Ismert győzedelmes zeneszó, a herceg más út jár. A stúdió első éves hallgatói éneklik majd a legendás dalokat, fogadják őket nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel. És most egy kis tapsot szeretnék, és közben mondom a neveket. Farkas Tamás, Marosi Marian, Imre Roland, Szelle Szirág, Bódis Bettina, Pesák Ádám és Kass Zsófia. Én most érzékeny búcsút veszek, aki nézi az Elfújtal szeret, találkozhat velem. És még a trollira tessék vigyázni, jön a 70-es! Mindenki vigyázzon. És még egy közérdekű információt elmondanék, mielőtt könnyes búcsút vennék önöktől és bemennék a színpadra, hogy aki most vált jegyet a májusi, júniusi előadásokra, a mai napon, az elkövetkezendő 3 órában, az 10% kedvezménnyel tudja ezeket megváltani. A jegypénztár arra van, ez itt a reklám helye. Ott. Tehát tovább jó szórakozást, és jön a troli megint, a 78-as. Vigyázzanak vele. További jó szórakozást, viszontlátásra! Az árvaság a krémület, büntetés a felnőtt élet, a sorsomat most hogy sötét és félelmes ölén. Most hogy nőjek fel én? A kérdés csak az, az árnyékom, hogy lépjem át. Sorsom ellen mit tegyek, hogy törjek szét egy glóriát, és felnőtt már is hogy legyek, kérdezni, hogy kell. I'm not
sem mondtál még fel kell itt csacskaság. Csoda egy kupleráj, már nem találok semmit sem. A házi munka sose szűnik, jobb lesz hát, ha megnyugszom, és el sem kezdem. Egy művész fél, az mást kíván, azt inspirál. Sose bántam, ha én nekem nagy dicsőség nem terem, nem csábított rivalra fény. Hisz egy éltanuló, ugye gyakorolhat szüntelen, s e rémes kint nem vártam én. Nem a folyton szidott, hogy szegény házban végzem majd, de azt mondtam én, úgyis rendben van. Sírt és emlegetett rút jövőt, s én szóltam, a szörnyen messze van. A nővére meg csak biztatott, hogy majd sokra viszem, csak nézem őt. Én is kaphatnék komoly tapsokat, de én sajnáltam rá az időt. Ez volt egy hely, hol forgott a tánc, és az gyűrött. Isten óvja őt, munka lázban csonkig ég, és itt hagy ő engem végül majd, én sajátos boldog gázolom őt. Ez egy hely, ott forog a tánc, és az nem.